Képzeljék el, megkaptam a behívót. Nem tudom, önök között volt már katona, de hát, hogyne. Na, hát én is hogyne voltam. Megkaptam a behívót, szépen kidíszítve minden a világon, sorminta, amit az kell. Rajta a szöveg, azt mondja, gyülekező reggel 8 órakor. Az, hogy ráérek, vagy nem érek, senki nem is kérdezte, az, hogy 8 óra. Na, mondom, jó, kezdik. De azért bementem, ugye mégis, hát ugye, főztek rám, készültek minden. Persze. Hát világos. Hát, nehogy rájuk száradjon, hát gondolják. Aztán lökjék a kutyának, ugye? De így a biztos. Bementünk, Kőbányáról vonultunk be, 400-an. Jött velem egy fiú, Kőbányáról, Kisnek hívták, és olyan furcsa betegsége volt, a fiúnak száj idegessége volt. Képzeljék el, a fiú így beszélt, hogy... Most... Ja. Milyen furcsán tetszik venni a levegőt, ja. Csak az a fontos, hogy kapjon, nem baj. Jaj. Szóval, kuhajtuk abba, ja igen, hogy... A fiú így beszél, így mondta a szöveget, most gondolják el, ilyen pofával bevonulni, hát... Mindjárt elsőnap bevitték a fogdába. Azt hitték, hogy viccel, hát nem. Ilyen a feje, mit csináljon, ugye? Na, megyünk be. Azt mondja nekem a kis, még az utcán, hogy te... Géza, mit kell majd mondani, ha bemegyünk? Szűz Máriám, nehogy megszólaljál, semmi. Nem kell beszélni, semmi. Na, ennek jegyében megyünk be, küszöbet átlépi, azt mondja... De jó napot, kívánok! Benne át a góré, egy tizedes. Az a góré, igen, igen. Bizonyám, ő van mindig velünk. Ide volt neki a galléra varva két krumpli virág, ide két oldal. Azt mondja a kisnek mindjárt, hogy ne fütyüljön. Na, mondom, szóltam. Minek itt ilyesmit? Erre a kis kiakadtam a bajból, hogy mentenem. Tetszik tudni, nem fütyül rám, tetszik tudni, ő így mondja, mert tetszik tudni, neki itt a szája, tetszik tudni, beteg aztán, tetszik tudni, ő nem, tetszik tudni. Azt, hogy nekem a krumpli virágos, hogy kus. Jó, mondom, világos, közös nevező, kész. Na, ott átigállunk, azt mondja a krumpli virágos utána. Emberek, sorakozó, beálltunk szépen sorba, össze-vissza. Hát elsőre hogy álljunk be, ugye? Otthon nem gyakorolt, sose álltunk otthon sorba, valahogy nem divat, mit tudom én. Na, gondolják-e, beállunk sorba, megint megszólal, azt mondja. Yes! Azt mondja a kis nekem, hogy Géza, Manus, mit mondod? Hát mondom, mit tudom én? Hát, én is először hallottam, hát nem tudom, hát annyira fontos, majd megismétlik. Hát. Úgy, hogy számítottunk rá, megint mondja, hogy emberek, fjössz! Megint a kis, hogy mit mondod? Miért nem figyelsz? Azt mondta, hogy gyász. Azt mondja, a kis... Ki halt meg? Na, mit tudom én ennyi ember közül? Hát nem mindegy. Hát boldogtó. Valaki meghalt, hát több babbujás jut. Na kérem, ott állunk talpig gyászban.
mondjam, hogy ambre, lépés, bing, dúj. Na most, ahogy álltunk, úgy lejtőnek, úgy elindultunk. Hát ez így nem jó, ennek kérem külön koreográfiája volt. Amikor azt mondják, hogy lépés in, arra egy felső testtel így előre kell így dőlni, így, és amikor az ember már úgy majdnem pofára esik, akkor mondják azt, hogy dúj. Igen, akkor kell dújni in, hát kiért érte. És nem ám akármelyik lábbal, akkor se, hogyne. Ezzel a balla. Mire szúrták ki? Ők tudják, ezzel elindultunk, a másik jön mindjárt utána szépen. Nem mondanám komolyan. Megyünk hol ezzel, hol azzal. Megyünk egyenesen a főutcán, a górékám, az meg nem ő támadt mellettünk, hogy ne. Nem akart vegyülni a néppel. Fönment a járdán. Úgy látszik, szégyelte a bandáját. Na persze, mi se igen vágtunk föl vele, az biztos. Pedig szép szállegény voltam, 150 magas cím. Valahogy úgy kinőtte magát a csizmából. Megyünk, mendegélünk, azt mondja a krumpli virágos, hogy emberek, egy kedő, egy kedő, egy kedő. Sosem mondott hármat. Miért? Na mindegy, megyünk. Majd bekiáltja onnan a lelkem a járdáról, azt mondja, emberek, nóta. Picinyem, mire mulat itt én? Figyelj, neked darab se volt. Úgy látszik, mert akkor tudták, hogy felemelik. Mit tudom én? Na, azt mondja így. Azért kezdtünk énekelni neki, ilyen, hogy mondjam, csak ilyen röpüly pulykás nótát kezdtünk. Az a módi. Énekeltük, hogy helyi temető, temető! De vidám a nám, piszkos úr! Megyünk! Hogy ez a hülye kis, ez mindig valami balhét csinált, képzeljék el. Menet közben, nóta közben dohányzott. Hát ez kész, ez én fejbelövés áll. Ez a... És a kis így mondta a dalt, azt mondja, hogy hely te... Na, a krumpli virágos észrevette. Látjám, hogy füstöl a sor. Így a pipáról elkékült a feje, azt mondja a kisnek, cigaretta. Erre azt mondja a kis, lövöd a rigót. Gondolják ezt. Azt mondtam se kell, kist ezek után úgy megzavarták, egy hétig úgy egy irányba szaladt szépen. Na, utána beérkeztünk otthonyába, előre már megágyaztak. Házi néni, szalmazsák, paplan, minden szépen, takarosan. Na, megérkezünk. Mindenki hulla fáradt volt már, de az ágyikóba. Éjjel fél kettő felé, krumpli virágos, jön be a szobába. Én nem tudom, ez mindig ott körülöttünk ólálkodott. Nem volt neki családja, vagy miért. Jön be, szoba közepén megállt, kihúzta magát, hogy a hokedlitól lásson. Azt mondja, így-e? Azt mondja. Emberek, alszanak? Fél kettő. Hát mindenki, mint a hulla, így legyedik az ágy. Hát láthatta, hogy alszunk. Senki nem válaszol neki, hát alszunk. Azt mondja, kérdeztem. Alszanak? Hát akkor már kell valamit válaszolni, mert sose adja abba. Kette-hárman mondtuk, hogy... Azt mondja erre. Nem hallom. Hát erre ötven ember egyszerre rávágta, hogy... Alszunk. Azt mondja, akkor meg minek üvöltözni? Így mondom, de komplikált. Na szóval Sumákónak. Alszanak is, meg nem is. Na, teszünk róla. Ébresztő föl! Lefordítom, azt jelenti, hogy ébresztő föl.
Igen, fennaludtam a második ágyon. Mindjárt ugrottam le, hogy jaj. Már éppen kezdtem leszállni, amikor azt mondja, hogy takarodó, jaj. Vissza, és a parti fecske így levő. Hát gondolják el, már kínomban már nem tudtam mit csinálni. Elkezdtem röhögni, nem érdekes, röhögjünk. Kiszúrta, azt mondja, vigyori, hozzá. Oda álltam elé, eltakartam. Azt mondja, szóval maga a fősumák. Na, teszünk róla. Átmegy a szomszéd szobába, aztán sakkozik. Az nem sport, ne. Van ilyen fekete-fehér kockakő a földön, és vizes rongyal fel kell törülni. Ki van ezt találva, mi? Amikor a Fischer úr balhézott, oda küdtem volna. Kell forgószék, meg nincs tévékamera, meg van tévékamera. Ott aztán mondtam neki a krumplivilágos, hogy Fischer honvéd, futásba, sok!